Kellemes szép délutánt kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Live pénteki Twitch adása, ami pedig a Surviving Marsnak a folytatása, kettő részt már ebből toltunk, és akkor most a harmadik résznek fogunk neki futni. Az igazság az, hogy a Surviving Mars azt szerintem azért egy nehéz műfaj, abból a szempontból, hogy folyamatosan játssza az ember, mert miután egyre bonyolultabb lesz a rendszer, egyre kevésbé átlátható. Kezdjünk neki. A játéknak folytassuk, akkor most az indiaiakkal fogjuk folytatni. Egy hónapja játszottam utoljára, több mint egy hónapja. A 60. napon tartunk most, ami azt jelenti, hogy van már egy-két dómunk, ahol laknak. A kedves földről érkezett marslakók, és most akkor az lenne a feladat, hogy tovább terjeszkedjünk, illetve előbb-utóbb az aszteroidákat és a mélységet is meg kéne hódítani. Jó, és akkor ilyenkor mindig egy kicsit képbe kerül az ember, hogy mi az, amit szeretne. Itt van ugye a Mangalian rakéta, itt letiltottam azt, hogy menjenek be a ritka fémek, mert hogy a ritka fémeket majd Vishnuval fogjuk visszajuttatni. A Mangalian az jó lesz expedícióra. És itt van... Ez pedig már egy aszteroida rakéta. Tehát ezzel lehet majd elküldeni az aszteroidára a rakétát, amennyiben lesz a közelben aszteroida. Az aszteroidák arra lesznek jók, ez egy kiegészítővel jött, a legutolsó DLC-vel jött, ahogy majd különböző extra nyersanyagokat lehet belőlük nyerni, és nem keveset. Viszont csak meghatározott ideig vannak jelen, tehát ezért majd figyelni kell arra, hogy hogy alakulnak itt a bolygóközi állapotok. Itt pedig, hogyha nézem, akkor ebben a nézetben itt most éppen nincsen aszteroida, itt lehetne egy ilyen. Itt el lehet kapni egy-két meteoritot, de ezt inkább azért nem csinálnám, mert akkor könnyen meteorit esőt zúdíthatok a nyakamba. Márpedig addig, amíg nem tudjuk kioldani azt a fejlesztést, ami le tudja lődösni ezeket a meteoritokat, addig nem lenne ennek értelme. Eléggé necces egy meteorit záport túlélni. Örültem, hogy legutóbb sikerült. Ez viszont jó lehet, hogyha van elég fémünk és van elég elektronikus berendezésünk, elektronikus alkatrészünk, akkor 2000 millió dollárt kaphatunk. Azért az nem lenne kevés, mert akkor itt szépen fölmenne majdnem 6 billióra a pénzünk. Jó. Viszont az elektronikus dolgok azok nekünk egyelőre kellenek, úgyhogy ez nem biztos, hogy opció még, hogy ezt elküldjem. Ez, hogyha készen van, akkor majd lehet expedícióra küldeni. Nézzük, milyen expedíció van még. Azt mondtuk, hogy ez nem, ez meg pláne nem, ráadásul egyébként tök nem éri meg, mert rengeteg nyersanyagért összesen 400 darab kutatási pontot kapunk, hát az pont semmi. Akkor egyelőre itt most nincsen expedíció, de majd lesz. Jó, szerintem pörgessük akkor, és nézzük, hogy hogyan tudunk tovább terjeszkedni. Egyáltalán van-e nekünk munkanélkülink, van-e nekünk olyan emberünk, aki problémás? Egy darab munkanélkülink van, az nem olyan sok, viszont a Surviving Marsban az a legjobb, hogyha mindenkinek van munkája, és inkább üres állások legyenek, mint hogy
valakinek ne legyen munkája. Az az érdekes, hogy egyszerre jelenik meg a munkaerő hiány és a munkanélküliség is. Úgyhogy szerintem majd lehet ide még egy különítményt tolni, már még emberek jöhetnek ide. Elég jók vagyunk az élelmiszertermelésben is. Ez, hogy mennyi a fogyasztás és mennyi a termelés, ebből nem kell messze menő következtetéseket levonni, mert ez pillanatnyilag teszi meg a játék, hogy mennyi az annyi, és hogyha mondjuk bejön egy nagyobb, például ezekből, itt a struccokból, bejön egy nagyobb adagnyi ennivaló, akkor mindjárt ez meg fog ugrani. Ez is egyébként egy kiegészítő, vagy content creator pack-kel jöttek, ezek a rencsek, de szerintem ezek baromi jók, tehát nagyon sokat segítenek az élelmezésben. Ami nekünk a probléma, az a műanyag, ugye ez tipikusan egy ilyen anyagjáték, ezt lehet, hogy már korábbiakból levettétek, hogy az a lényeg, hogy semmiből ne fogjunk ki lehetőleg. Műanyagot jelen pillanatban termelünk, és még itt van egy ember, akit be tudunk fogadni. És akkor az embereknél mennyi üres lakásunk van? 14 darab üres lakásunk van, az azt jelenti, hogy ha Vishnu mindjárt visszamegy a földre, akkor itt lehet majd hozni újabb embereket. Ugye most felesleges rakétánk nincsen, mert mindenki itt állomásozik. Mangaliánt pedig azt mondtuk, hogy hagyjuk arra, hogy az expedíciókat tolja. Jó, szerintem, hogyha én ezt ideiglenesen letiltom, ezt a nagát, akkor ide fogják berakodni a cuccokat. Jó, közben megnézzük, hogy valaki, hogyha van fönn, akkor jelezzen vissza, hogy minden rendben van-e a hanggal, de merem remélni, hogy most már minden rendben van. Amikor először a Manor Lordsot letwitcheltem, és utána kiderült, hogy a hang az nincsen meg, akkor azt hittem idegbajt kapok, na akkor mondtam egy-két cifrát. És akkor nézzük meg, hogy hogyan tudunk tovább fejlődni. Tuti, hogy kellene előbb-utóbb majd elektronikát is gyártani, illetve fémet sem ártana valahonnét kitermelni, de a fém kitermelő az messzebb van, az itt van. Ide be tudnék tolni egy bányát, csak az a baj, hogy ez nagyon messze van attól, ami kéne nekem, viszont itt van ez a Metals Refinery. Én azt hiszem talán, hogy ez vagy kiegészítővel jött, vagy az indiaiaknak egy sajátos fejlesztése, hogy ez lassan ugyan, de a különböző hulladékokból, törmelékekből, tehát ezekből a törmelékkövekből, amiket gyakorlatilag bárhol lehet találni, fémet készít, fémet csinál. Egy a probléma, hogy nem fog hol elférni, és ide ugyan építhetném, de akkor megszakadna a folytonossága a dómoknak. Tehát akkor azt mondom, hogy ide kéne fölhúzni egy új dómot. A medium az még nekem nagy lenne. Ez jónak néz ki, csak mondjuk műanyagból kifogunk magunkat költekezni, oxigénből rendben leszünk, vízből annyira nem, de ha ezt nézem, akkor itt viszont már közel van a vízlelőhely, és akkor már nem csak a moxival tudunk majd vizet fakasztani. Mert ugye jelen pillanatban egy picit halkítom a dolgot, így, és akkor hallom a saját hangomat is, szóval jelen pillanatban az a helyzet, hogy csak a légkörből tudunk vizet vételezni.
Na, még egy kis igazítás. Mindig menet közben jönnek ezek, de hát ez a Twitchnek a szépsége. Meg a veszélye is. Jó! Már is kezdték ezt építeni, ennek örülök. Most hirtelen nincs is nekünk elegendő vízünk, az ami nem annyira jó. Van-e még moxi? Ezek ilyen kész prefabként lehetségesek megkapni őket. A moxi az, ami az oxigént termeli, ez a vaporátor pedig, az pedig a vizet. És ebből nincsen most elég, ami igazából nem azt jelenti, hogy nincsen elég, mert hetet termelünk, és 7,1 folyt, tehát ez a mínusz egy, ez enyhén szólva is túlzás, de nem baj, hogyha lesz majd még. Jó, te mehetsz vissza a földre. Elvileg mehetsz vissza a földre, nem? Ja, tudom, hogy miért nem mehetsz vissza a földre. Azért nem mehetsz vissza a földre, mert még van benne 3 kaja. Jó van, azt rakodjátok ki gyorsan, gyerekek, és akkor utána viszont már mehetsz vissza a földre, mert ez kell nekünk. És ezt egyelőre még semmiképpen nem kötném be, mert abból balhé lesz, akkor hirtelen oxigén hiányunk is lesz, de látom, hogy már a vízhiány az meg is mutatkozott. Mi van itt? Mi az, hogy mínusz 3? Lehet, hogy akkor valami elromlott. Mindjárt megnézzük. Jó, új anomália. RC Explorer már mehetsz is. Megnézzük akkor ezt a vizes dolgot. Ide kéne egy drone commander, mert akkor tudják ezt megépíteni, és ez minél előbb, mert úgy tűnik, hogy akkor itt most vízhiány keletkezett. Itt a commander. Csak az a baj, hogy ő itt van, és ide meg kellene. Hát akkor most így vagy nem leszel, vagy megvárjuk azt, amíg ő itt visszaröppen. Jó lenne már, hogyha csipkednétek magatokat, és ezt a két kaját kiraknátok. Építek még egy akár ilyen food depót is, és akkor gyorsabban fognak menni ezek a dolgok. Látjátok, már rögtön 480, és most már úgy van, hogy 109 a food production, és már termeljük is a disznót. Termeljük. Vágjuk. Tenyésztjük, növesztjük a disznót. Jutott eszembe egyébként. Majdnem nem lett Twitch. Vigyáztam rá, hogy nehogy túl sokat egyek, mert kolléganő az meglepett némi segítségért cserébe egy jó nagy csülökkel. Én még nem csináltam ilyet, hogy csülköt főzni, de nagyon jó volt. Egy edénybe elkészült, 4 óra alatt, puha lett, és akkor így most közvetlenül Twitch előtt ettem valamennyit. Hát szerintem még így is túl sokat, de amúgy, hogyha nem lett volna Twitch, akkor még többet. Mert nagyon finom lett, úgyhogy tényleg igazi ceglédi sonka. Én pontosabban csülök. Jó, mehet vissza. Nézzük közben a kutatásokat. Mi a helyzet? Kutatások. Amit most fejlesztünk, ez a general training, ez azt fogja jelenteni, hogy a kolonisták kevesebb büntetést szenvednek el, kevesebb munkai büntetést szenvednek el, ami praktikusan azt jelenti, hogy kevésbé fogják bánni, hogyha nem olyan helyen dolgozhatnak, mint ami az ő specializációjuk. Utána jön ez a Rover Command
AI, ez azért nagyon hasznos, mert az RC commanderek, amik a drónok irányításáért felelősek, azok 4 plusz drónnal fognak indulni, már eleve is, és az RC Explorernek és az RC Transportnak egy automatikus modot tesz lehetővé, ami azt jelenti, hogy az RC Explorer már nem kell elküldenem az egyes anomáliákhoz, hanem magától is meg fogja tudni ezt tenni. Ennek viszont hátránya lesz az, hogyha mondjuk valahol meteorit van, akkor lehet, hogy oda is kimegy a meteorit esőbe, tehát erre figyelni kell, és utána itt van ez a Greenhouse Mars. Ez jelent az első lépést ahhoz, hogy a Mars felszínét fölmelegítsük, és ezzel összefüggésben üvegház gázokat használunk. Nem biztos, hogy feltétlenül ez kéne, de majd meglátjuk. Ezek a fejlesztések pedig már a kiegészítővel jöttek, ezek mind arra kellenek, hogy majd a Föld alatt is tudjunk terjeszkedni, illetve az aszteroidáknál is tudjunk termelni nyersanyagokat. Ja. Stirling generator az nem kell, subsurface heater sem, az melegíteni a Föld felszínt. Nem hideg helyet választottam, egyébként egyszer már választhatnék hideg helyet is. Ez azért lesz majd nagyon jó nekem, ez a remote farming, mert hogy ez megnöveli a farmoknak a termelékenységét, különösen azokét, amelyik a dómokon kívül van. Lásd például az állatrendcsét. Igen, ezek különböző újabb projekteket indítanak el. Nekem igazából itt a physicsnél kéne nagyon az, ami lelövi a meteoritokat, de azt még nem is látom egyelőre. Deep scanning, ez is jó. Most még egyelőre nem tudom, hogy mi legyen. Talán valami, ami megnöveli a vizet. RC transport. Na ez jó, ez jó. Ez biztos, hogy kell, meg ez nem is sok, mert ez egy elég alapkutatás. 1500 kutatási pontért cserébe 15-tel megnövekszik a szállítójárműveknek a szállítási kapacitása, és még ráadásul gyorsabban is fognak tudni begyűjteni az egyes nyersanyagokat. Jó, ez jó. Ez annyira nem kell. És majd lehet vonatot is építeni, amit még életemben nem építettem. Az is egy kiegészítővel jött, az utolsó. Hát ne nevezzük DLC-nek, ez inkább csak egy játékmechanika. Kicsi, mini DLC, egyébként nem volt túl jó híre. Paradox az néha tud olyan dolgokat csinálni, de hát a Cities Skylines 2-ben már ezt láttuk. Jó, egyelőre ennyi. Illetve itt, hogyha akarnánk, akkor lehetne kiszervezni dolgokat. 200 millió dollárért cserébe a következő 5 napon keresztül 1000 kutatási pontot kapunk. Jó, egy 200 millát azt tudok erre áldozni, nem többet, tehát mondjuk 1000-et azt már nem, de 200-at az bátran. És akkor innentől kezdve az összesen 1000 pontot fogunk kapni, az egyébként nem annyira sok, a naponta 1000 az jobb lenne, de így akkor nem 308 kutatási pontot, hanem 508 kutatási pontot fogunk szerezni. Jó. Vishnu el is indult. És ezért majd jó kis pénzeket fogunk kapni. Itt találtunk egy anomáliát, és egy géniusz jelölt született a Földön, akit akkor majd ide is fogunk csábítani, az szinte már biztos is. Itt van ez a drone hub, ha tudnánk egy másikat is építeni, az baromi jó lenne. Egy kolónia lakó pedig földbeteg, ami azt jelenti, hogy honvágya van szegénynek.
Ó, igen, mert nem túl finomat evett, ráadásul nem volt meg neki a szükséges épület, viszont legalább ki van pi, vagy viszont legalább ki pihent. Jó, akkor ő az, aki nem talál melót. Hát, és 10 darab álláshely még betöltetlen. Jó. Drone Hub. Szerintem így ide. És ez lesz a biztosabb. Ide. Lehet, hogy még egy picit még arrébb tenném. Még egy picit arrébb teszem. Ne pazaroljunk. Ide már nem tudom. Ide még igen. És szerintem azért teszem lejjebb, mert akkor itt még majd lehetnek dómok. És itt még pont el is érik a drónok ezt. És akkor azzal viszont már ezt is föl tudom építeni, és akkor egy időre meg fog oldódni a víz probléma. Itt mondjuk az, hogy ehhez elektronikus kütyük kellenek, az lehet egy probléma, de egyébként ami engem most igazából idegesít, az a műanyag hiánya, úgyhogy lehet, hogy majd itt is csinálunk valamit. Közben Nagának már akkor újra megengedem, hogy a ritka fémeket magáévá tegye. Az az érdekes, hogy amint letiltottam, rögtön ki is pakolták az összeset. Hát jó, akkor ez így van. Viszont ráadásul 18-an van összesen, úgyhogy mindjárt megtelik ez is, és akkor megint tudok némi pénzhez jutni. Ez jó. Berakodjátok Nagát, egyik hozza majd az embereket. Azt szerintem már jöhet rögtön, mert 15 darab emberünk van, és még három már nem nagyon örül neki. Aha, hogy itt van, három már földbeteg. Na, alapprobléma itt, hogy nem tud játszani, mert az lenne a gaming a szenvedélye. Nézzük, mit tudok én tenni ennek ezen ügy érdekében. Medical post. Hát kaszinót azt nem fogok építeni, mert az nagyon elvinni a dolgokat. Viszont van ez az electronic store, ez talán még belefér, de nem is túl nagy, úgyhogy akkor itt lehet különböző videójátékokat venni, különböző, lehet, hogy még lehet Twitch-et is nézni, Andrew City Life csatornáját be lehet követni, aki szereti a minőségi játéktartalmakat, ahol segítek abban, hogy jobban tudjál játszani egyes játékokban, aztán persze van, hogy nem a legjobb vagyok benne, mondjuk ez talán az a Surviving Mars, amiből talán jobban muzsikálok, mert ebben már van tapasztalatom. Paradoxnak a másik játékát, a Millenniát meg még tanulnom kell, tehát volt Twitch, amikor ott buktam egy jó nagyot. Itt is volt már egyébként, csak nem a Twitch-en, amikor egy meteorit így elpusztította az egész mindenséget, és igazából nem is az, hogy a meteorit pusztított, hanem annak következtében, hogy sok dóm megsérült, sok minden összejött, annak következtében depressziósak lettek, illetve hát egy-két ember öngyilkos is lett a Marson. És onnantól kezdve már miután ez tömegesre átment, nem volt nagyon értelme folytatni. Na most nekem egyébként ezzel csak az a problémám, hogy ez itt tök jó, hogy itt van, de ez is
elektronikus igénye lesz neki. Jó, amint fölépítettétek ezt a drónos történetet, és szerintem ez is be fog következni, abban a pillanatban akkor jöhet a vizes, a vízkitermelő, jobban nem tudom mondani, mert az viszont nagyon szükséges lesz. Jó, ezt már majdnem megtelítették, akkor nézzünk egy, szerintem először egy ilyen cargo racketet nézzünk, és akkor ezt megpakolom olyan cuccokkal, amik kellenek nekem. Biztos, hogy kell egy drone commander, biztos, hogy kellenek elektronikus cuccok, ezek baromi drágák, sajnos. Biztos, hogy kell, a machine parts-ból még talán van, de azért abból sem árt, és kell műanyag. A műanyag viszont nem annyira drága. Általában úgy érdemes, hogy mindig furra megrakodni az adott rakétát, akármennyibe is kerül. Jó. Hát most ezzel jó kiköltekezzük magunkat, de hát bányakánya, majd visszaszedjük. Mert elektronikát egyelőre még nem fogunk tudni előállítani, és talán a machine parts-ot már állítjuk elő, de többet fogyasztunk, mint amennyit előállítunk. A műanyag az meg ugye vízből. A műanyag az úgy lesz vízből, hogy a vízből lesz az olaj, és az olajból lesz a műanyag, jó? Ezzel azért nem kell foglalkozni, mert most fölépült a dóm. Pontosabban a dóm az egy kicsit más. Az a 18-as karika. Tehát fölépült a dóm, igen, mint a szegedi dóm, és most ugye, hogyha ezt is bekötnénk, akkor az használna annyi energiát, ami már nem lenne túl jó nekünk. Jó. Oké. Mehet ennek az építése. Ti itt most mi a tüdőt csináltok? Gyertek vissza. Ja, hogy csak úgy tudnak oda menni, hogy megkerülik. Jaj, de nagyon okosak vagytok. Nem. Akkor ez nem így lesz, hanem úgy lesz, hogy ide jöttök, itt ezt eldózeroljuk, és ez azért így lesz, mert hogyha nekem ezt itt megkerülik, akkor le fognak merülni. Ugyanis van ennek egy töltöttsége, és az egy extra probléma akkor. Itt a terraformálás. Ezt itt eldózeroljuk. Hogyha lesz RC dózer, akkor azzal majd sokkal gyorsabban megy, de így is meg fogjuk tudni ezt csinálni. Jó. Addig bár még nem kötöttem be semmit sem, de mindenképpen itt összekötném egy passzázzsal. Mert hogyha ide építek valamit, akkor későbbiekben aztán azt nem lehet. Jó. Naga már majdnem készen van. És mindjárt megérkeznek a nyersanyagok is. Sikerült egy célt teljesítenünk, ezen cél pedig, hogy 50 darab bűanyagot gyártsunk, a jutalmunk pedig 25 előre elkészített drón, ezeket majd lehet használni. Ez tök jó, mert ez jelentősen meg fogja gyorsítani a munkát. Viszont nagyon-nagyon fogy a vízünk, úgyhogy akkor idéglenesen le kéne állítani egy-két dolgot, mert különben bájban leszünk.
leállítjuk a üzemanyag kitermelést, és a műanyag kitermelés azt talán nem állítanám le, 144 darab üzemanyagunk van, úgyhogy ezzel azért elvileg ellesznek egy ideig. A műanyag termést azért nem állítanám le, mert műanyagra szükség van, pont. Majd a későbbiekben, hogyha lesz megint, akkor bekapcsoljuk. Jó, szerintem ez a három földbeteg kolonista ez haza is mehet. Gyenge emberekre nincsen szükségünk. No, pláne azért sem, mert csak problémát okoznának. Jó, még egyet rakodjatok be, és akkor Nagával is hazamegyünk. És a Nagával már jönnek majd az új emberek. Jó, nyersanyagok. Gyertek csak. Hát csak megkerülik ezek a szerencsétlenek, és mindjárt le fognak merülni. Igen. Kettő most elmegy, nem baj, hadd menjenek. Megkaptuk a szükséges nyersanyagokat, most akkor egy kicsit jobban leszünk egy ideig. Van valami anomália, amit lehetne analizálni? Most éppen nincs is. Viszont akkor fedezzük föl tovább a bolygó felszínt. Jó, megvan az összekötő kapocsunk. Egy ilyen passzázs. Ja, még nincsen meg, csak most építik. Most van meg. Na, akkor ide. Így, és akkor innentől kezdve tudunk ott is közlekedni. Kedves drónok, ugye nem merültetek le, kivéve ez, de ja jó, de vannak ennyire intelligensek, hogy föl tudják tölteni egymást. Ez jó, itt már ezt elkezdték kitermelni. Kell még ide építeni egy ilyen large dumpling site-ot. Nem építjük, igazából csak lerakjuk, de az lényegét szerintem értitek. Na, most bement az utolsó ritka fém, indult a mandula. És akkor ezzel már majd jönnek az emberkék. Oké. Akkor szerintem a másik műanyag, másik üzemanyagot is leállítjuk, így idéglenesen. És mi az, ami még vizet fogyaszt? Ez rengeteget fogyaszt, de ezt meg nem tudom leállítani. Ja, de már értem. Na, szóval neki az a problémája, hogy a disznók rengeteg vizet fogyasztanak, négyet szám szerint, a kecske csak másfelet, a struc pedig kettőt. És ugyanúgy az oxigénnel is ez a helyzet, és a kecske a legkevésbé igényes. Jó, nem baj, legalább változatos lesz nekik a kínálat. És addigra már föl fogjuk tudni ezt a vizest is húzni. Akkor most már értem, mi volt a gond. Na. Hol a music? Na, itt van. Jó, szerintem lassan, de biztosan végezni fognak ezzel. Ők, kész a general training.
és még nincsen újabb fejlesztés, ami elérhető lenne. Itt majd lehet kórházat. És szerintem ez egy ilyen apró fejlesztés. Azért nagyjából célszerű sorrendben kioldani a fejlesztéseket, de nyilván lehet ugrálni. Azzal sincsen semmi baj. Naga repül vissza, Visnut meg már elkezdték berakodni, és majd a következő az elvileg ide kerülhet, de akkor ide majd még egy dóm kell. Megint csak. Jó, most már ezt itt elhordták. Na kíváncsi vagyok, hogy tudnak-e itt majd lemenni. Na. Igen, ide fog becsapni. Mondjuk ez nem akkor nagy para. És ráadásul fém is van belőle. Transport, gyere csak ide. Gyűjtsed be. Sőt, nem is kell transport, mert itt vannak a drónok is. Akkor nem kell lesz, Szivi. Máshol kell lennél, mondjuk itt. Mert ezt már a drónok nem tudják begyűjteni. A fémet azt az elején, azt még nagyon célszerű. Mindjárt készen vannak a sertések. Szóval a fémet az elején még célszerű nekünk begyűjteni. Ide építek egy rámpát, és akkor elvileg ők már le fognak tudni itt menni, és akkor nem kell itt Tolnád Baranyát megkerülni, hogy ide tudjanak jutni a rendeltetési helyükre. És akkor a víz problémákat már meg is fogjuk tudni oldani. Mi a helyzet itt? Még azért van benne több, mint a fele. Megvan. Illetve ami majd lesz a későbbiekben, de ez szerintem még majd egy pár óra játék, az benne kell, hogy legyen, pár tíz óra, hogy különböző repülőgépekkel tudnak majd közlekedni az áruk is, de a lakosok is. Oksa Visnut szépen rakodják be. És akkor én egyelőre bekötöm ezt, mert... úgy sincsen még bekapcsolva, úgyhogy addig nem is fog semmit sem zavarni. És ezt is, ezt nem lehet összekötni, bár de, ha így, ha nagyon akarom, akkor így. Ilyen módszerrel jó. 540 millió dollár be a kincstárba, és majd Visnutól is ennyit fogunk kapni, ha egyszer föltöltik. Na, mi történt a Medical Posttal? Nincsen elég munkás. Ja, igen, mert hogy meglógtak elég sokan a földbetegek, úgyhogy akkor most jöhet egy új ember. Jöhetnek az új emberek. Talán olyan, akinek nincsen specializációja, az nem kéne, illetve most a turistákat is hanyagoljuk, de valahol volt egy géniuszunk, hogy ő benne van-e ebbe az eresztésbe, az azért elég fontos lenne. Jó, gamer, hippi, jó, egy-egy-kettő jöhet, akinek nincsen specializációja, mérnökökre tuti szükség lesz. És kik vannak még itt? Jó,
Ott valahol itt lenne a géniusz. Itt a géniusz, igen. Igen, ez az, itt van, megvan. Géniusz barátunk. Ők azok, akiknek már eleve megvan a helyük. És ő rajtuk nem is tudunk változtatni, és akkor 12, jó? Még ez a Viviennek nem kell, hogy jöjjön, mert ez nem tud semmit se. Engineer, scientist, én úgy láttam, mintha engineerekre lenne szükségünk. Nagyobb rész, de jöhetnek tudósok is. Oké, nem tudom, hogy meg itt a géniuszunk, ez a Chai Cheng. Ez a géniusz, és amikor ő neki jó a... Hát ez a sanity, ez tulajdonképpen a mentális lelki egészséget is jelenti. Amikor ez neki jó, akkor még kutatási pontokat is tud generálni. Jó. És akkor nincs is olyan, akinek nem lenne semmilyen fajta végzettsége, viszont lehet, hogy egy medikusra, az, ha van, és van is, akkor egy irodistát kivágok, és jöjjön akkor ez a medikus, mert ő rá szükség lesz. Van akkor, botanikusból szerintem már elég van, van mérnökünk, 6 darab mérnökünk, 2 geológusunk, 1 darab orvos, medikus, 4 darab tudós, és ahelyett akkor jöjjön egy officer, de lehetőleg valaki olyan, aki ne egy ilyen játékőrült, mint az előbbi volt, mert azzal csak a baj lesz. Chai Wang. Jó, akkor legyen Chai Wang. Van Chai Cheng és Chai Wang is, vagy Kai Cheng és Kai Wang. Ezt aki tudja, írja meg kommentben. Hogy kell ezt kiejteni. Jó, és elindult az újabb különítmény, az újabb ember adag. Hogyha én ezt most bekapcsolom, akkor mi fog történni? Teljesen jó vagyunk mind a kettővel. Azért vagyunk jól vele, mert hogy most már nem a disznók vannak sorol, hanem a kecskék, és ők már kevesebb vizet igényelnek. Jó. Ide akkor jöhet ez, ami fémeket fog előállítani, ez a Metals Refinery, és most látom, hogy ez Outside Building. Jó, akkor ide. Ide jöhet valószínűleg, mert ide fognak még beköltözni. Ide fognak még beköltözni, ide már nem tudnak, meg ide fognak még beköltözni. Szerintem akár már lehetne is még egy újabb lakást építeni, de akkor hogy jön össze nekünk ez a 15? Tehát itt van 5. Meg itt van 7, az 12. Meg itt van 1, az 13. És ide majd akkor kell nekünk egy orvos, akkor jó, hogy azt hívtunk is. 13, meg még itt van 5 darab, akkor 18 üres helyünk van. Igen, pontosan itt is van 18. Jó, akkor ez a Metals Refinery, ez akkor szerintem itt lesz a legjobb helyen. Mert akkor itt viszonylag közel lesz ez a dolog nekik. És elő tudnak akkor állítani fémet a kőtörmelékből. Itt pedig azért még van bőven kőtörmelék. Itt még nem találtak semmi új
nyersanyagot. Hát ez szomorú, de ez van. Őt akarjuk majd az expedícióra, ő meg még töltődik. Na. Ezt nem mondod, hogy ekkora barom vagyok. Hát pedig úgy tűnik, hogy de. Na, mindjárt megpróbálunk valami mást. Hát a lelet ezt egy picit arrébb tenni. Le lehet, jó, ezt ipek, hogy sikerült, és akkor még építsük meg a kapcsolatot. Ugye az a probléma, hogyha nem... Aha, csak megépíteném, itt nem tudok fölmenni, nem baj. Megoldjuk, mert mindent is megoldunk. Ez itt nekünk nem kell. Ez túlságosan meredek ahhoz, hogy fölmenjek, de akkor kapsz egy ilyen saját erőművet. Ami akkor legyen egy szélturbina. Tulajdonképpen mindegy. És annak ellenére egyébként, hogy ezt megépítettem, még annak ellenére is, még pont benne van a hatósugarában, hát ez nagyon határeset, nem, ez már nincs. Majd mindjárt meglátjuk, ha elkezdik építeni. Ezt itt elkezdték építeni, tehát ez benne van a hatósugarában, de ebben nem vagyok biztos. Nem baj, ilyenkor még gond nélkül lehet a dolgokat törölni. Akkor így, és akkor még kapsz egy power cable-t. És elvileg ennek elégnek kell lennie. Jó. Egy turista elhagyta a Marsot, aki még régebben érkezett. És jöhet a következő 12 ember. Hat energia hiányban vagyunk, de ugye azért, mert hogy az új dómot megnyitottam, ezt még most nem kell. Illetve azért, mert ez is ötöt használ. És úgy tűnik, hogy ehhez meg ember sem kell. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Akkor ez teljesen magától fogja tolni a dolgokat, csak annyi, hogy fogyasztja az energiát. Megjöttek az új barátaink. És 18 darab álláshely van betöltetlenül, plusz egy munkanélküli. Na. Hát. Akkor lehet, hogy ez is távolabb van. Ó, a fene egye meg. Viszont, minthogyha van egy olyan, hogy meg lehet növelni ezeknek a ható távolságát. Én most csak csökkenteni tudnám. De így akkor mégiscsak elér oda. Csak valami miatt nem kezdik el építeni, nem baj. Én azt szoktam csinálni, hogy lerakok ide egy ilyen Universal Depot, és akkor majd mindjárt meglátjuk, hogy mit tudunk ebből elérni. Sőt, hozatok ide akkor a transporttal némi cuccot. Ez azóta is itt kimaradt. Egyrészt, hogy gyere ide a fémekkel, az még nem egy akkora dolog, de utána a betont azt ide tudod majd hozni. Illetve úgy tűnik, hogy ők is már elkezdték magukat önállósítani. Annak mondjuk nem örülök, hogy a kaját ide hordjátok, mert ez úgy mindentől is messze van. És hiába építettem rámpát, hiába építettem mindent, annak ellenére megkerülik ezek a marhák.
Próbáljuk meg még egyszer. Hát ha. De már legalább elkezdték építeni a vízkitermelőt. Újabb anomáliák. Jó, ez nagyon jó van. RC Transportunk Project Excalibur. Ide már lehet is küldeni a Mangaliant. Egyébként mindenki föl van töltve, de Mangalian most az expedíciós rakétánk. Már úgyis régen volt expedíció. Az aszteroida rakétákról majd akkor később fogok beszélni. Közben megérkezett a második géniuszunk. Hát a komfortja az nem a legjobb, a morál az nem annyira rossz. És ez 150, az nem is kevés, 150 plusz kutatási pontot termel napi szinten. Az majdnem annyi, mint amennyire fizettem. Jó. Fémeket már ide hordta. És akkor ezek szerint valami más transport el is ment. Akkor lehet, hogy kettő transportunk van. Jó. Nézzünk még fémeket. Az sose baj, hogyha van. Ó, 24 műanyagot sikerült kinyerni ebből az expedícióból. Köszönjük szépen. Szerintem termelhetünk megint üzemanyagot, mert már kezd kifogyni. Érdekes, hogy most semmit nem is találunk, de ez ugye csak egy ilyen elsőkörös kutatás, a későbbiekben majd lehet még több mindent felfedezni, tehát van egy olyan, amikor mélyebben végigmegy ez a szonda. Itt meg megtelt a raktár, azért nem tudunk építeni. Nem, storage. Mindjárt kihordják. Sőt, nem is az a bajot, hanem az a bajot, hogy ezek teltek meg. És itt van a rengeteg betonunk, és ezeket majd valakinek el kéne hordania. Lehet, hogy akkor ezt a transportot majd ráizítjuk erre a dologra. Jó. Megjött a 24 műanyag. Egyszerre rakodják be mind a kettőt. Mi a másik expedíció, ami lehetséges? Ezt azt mondtuk, hogy nem. Aszteroida kapkodás, itt van egy, igen. Ezt nem tudjuk, hogy micsoda, de 10 darab ember kéne hozzá. Na jó, Naga, induljál. Tíz bátor vállalkozó ember, kolonista indulhat az expedícióra. Csinálunk itt neki egy ilyet, illetve ez még nincsen kifejlesztve, ez majd későbbiekben lesz jó. Viszont a betont azt ide lehetne hordani.
csinálunk neki egy kereskedő útvonalat, hogy szépen hordja ide a betont, itt berakott, itt pedig, ahol most vagy, kirakott. És ennyi. És innentől kezdve akkor automatikusan fogja hordani a nyersanyagot. Egészen addig, amíg az el nem fogy. Igazából Mangáliánt is elküldhettem volna expedícióra. Akkor még nem téged küldelek el. Ja, tudom, az azért nem fog elmenni, mert meg ki kell rakodni a kaját belőle. Jó, akkor a Monarchia projekt. És ő már azonnal indul is. Hát aztán reméljük, hogy minden rendben lesz a kolonistákkal. Ide is kéne még beton, és azt nem hozott a transport. Pont van annyi beton, ami nekünk kell. Ez az RC Constructor, ez speciálisan az indiaiakra jellemző. Jó, gyere szépen, és akkor hozd ide nekünk a betont. De tulajdonképpen mindent is ide hozhatsz. Aha, még akkor egy műszakban nem működik ez a kis egészségügyi poszt. De azt mindjárt megoldjuk. Inkább akkor az éjszakai munkát, azt lezárjuk. Duty never ends. Na most, vagy nyerünk 5000 pontot, 5000 kutatási pontot, és 5 darab drónt, vagy minden kolonista nyer 20 darab morált 10 napra. Szerintem nincsen annyira rossz kedvük, ha jól látom. Úgyhogy akkor inkább most az 5000 kutatási pontot fogjuk választani. És ezzel akkor elég sok minden elérhetővé is vált, már akkor tudjuk ezt a Greenhouse Marsot fejleszteni. Rover Command All, ez az, ami a több drónt fogja jelenteni az RC Commandereknek. Hát néha valahogy az előnyöket kell választani. Lassan, de biztosan. Viszont közben itt már megjelent a beton, úgyhogy akkor ezeket lehet vinni ide. Amúgy szerintem itt a drónok is meg tudnák tenni a magukét, csak valami miatt nem teszik. Jó. És ő már a megnövelt kapacitással rendelkezik a fejlesztés következtében.
húzza arrébb. És akkor ezt az 5000 kutatási pontot kaptuk azért, mert kiküldtük őket az expedícióra. Ez mindjárt fölépül, ami tök jó, csak még energiája nem lesz, úgyhogy ennek is föl kéne itt épülnie. És ráadásul ehhez machine parts is kell. Mert ugye addig nem fog működni, ráadásul 5 energia kell hozzá. Ez itt nagyon megszívtuk, hogy ezt nem lehet, és nem lehet, nem engedi fölvezetni. Tehát ha megfeszülök sem. Még egy dolgot lehet megpróbálni, hogy esetleg erre elvezetni. Csak ugye itt ezzel az a baj, hogy akkor ez itt nagyon-nagyon távol lesz. Hogy itt így megkerüljünk mindent is. Tehát ez itt szerintem halott ügy. És ráadásul most némi áramhiányunk lett egy pillanatra, ez a kisebbik baj meg már helyre is állt, viszont akkor lehet, hogy én építenék még egy pár akkumulátort. Itt úgyis el fog férni még egy-kettő. Ez meg úgysem egy nagyon vonzó része ennek a kolóniának. Mennyibe kerülnek ezek? 1,6 műanyag, 1,6 beton. Mind a kettőből van. Jó, és már be is kötötte magát. 200 darab energiát lehet így tárolni pluszban. Na akkor legyen kerek ez a szám, jussunk el a 2000-ig, mert ez 1004, 1006, 1008, 2000. Jó, Vishnu mindjárt készen áll. Remek. Elég sok beton fér el, tehát hogyha egy konkrétan csak egy meghatározott nyersanyagra építesz raktárat, akkor oda 180 fér el. Ha mindegyikre, annak is 180 a kapacitása, de akkor mindegyiknél 30-30 az, amit el lehet maximum helyezni. És ez általában kevesebb szokott lenni, mert itt is 7féle nyersanyag van. Szegény, hogy bebőrösödött ez a dóm. Jó, és akkor még amit kell, és akkor most lesz a cumika, a nagyon nagy cumika szerintem, hogy hogyan vezetjük föl itt ezt. De úgy tűnik, mintha hál' Istennek ez föl lehetne. Ezt föl lehet, na remek. Legalább valami. A kábelt azt nem engedte fölvezetni, bár mondjuk erre nem is próbáltam, teszek még egy kísérletet, de nem, azt nem engedi fölvezetni, sehol sem. Itt sem, valami miatt, de a csővezetékes szállítás ez működik így. Hegyen, völgyön át is. És innentől kezdve a víz problémánk egy jó ideig megvannak oldva, mert ez 7 darab vizet termel összesen,
és most fura föl is vannak töltve a készleteink, úgyhogy szerintem akkor bőven el fog férni még egy víztorony is. Ez ide a dóm mellé jöhet is. Ide már úgyse férne más ugyanis. Vishnu menni vissza föld. Aj. Hát igen. Hát ha valami nem hiányzott, akkor ez újabb izgalom. 17 órán belül újabb meteorit záporra számíthatunk. Ennek nem örülök. Itt lesz majd valahol a fizikai kutatások között a torony, ami le tudja lőni a meteoritokat. De az még idő. Tizenkét óra, na pörgessük föl. Olyan nagyon sok mindent úgyse tudunk csinálni vele. Reménykedünk, hogy elkerül bennünket. Egyelőre még csak azok jelentek meg, amik majd elérhetőek, tehát azok az épületek jelentek meg. Ez azt jelenti, hogy ezt még nem tudjuk építeni, meg ki kell fejlesztenünk, de a kutatás maga már elérhető. A torony, ami lelövi a meteoritokat, ott még maga a kutatás sem elérhető. Három órán belül jön az áldás. Ezt meg kéne szerelni, gyerekek. És ezt nem fogja tudni megszerelni egészen addig, amíg nem kap egy ilyen machine parts-ot. De lehet, hogy mindjárt kapni fog. Na, nézzük, hol csapódnak be a meteoritok. Ez nem rossz, mert ez majdhogy nem a lehető legtávolabbi hely attól, ahol vagyunk. És ugye a meteoritoknak az az előnyük megvan, nem csak szépek egyébként, mert tényleg szépek, amúgy... Rá is közelítek, mozizzunk egy kicsit. Itt fog mindjárt bejönni. Szóval nem csak az az előnye, hogy szépek, hanem... Hát, ha jól kaptam el ezt a képet, hanem az is az előnyük, hogy különböző anomáliák lesznek a helyükön. A fémekről nem is beszélve. De ugye persze ez majd jön így fokozatosan dél felé, de szerencsére elég messze van. Ha mázlink van, el is kerül bennünket. Jó. Négy darab betöltetlen álláshely van, és 9 rezidentál, és egy munkanélkülünk sincs. Ez jó. Ez jó. Jöhet még energia. Van ez a nagy szélkerék. Megmutatom akkor ezt is.
ez is egy kiegészítővel jött. Megkaptuk a zsét a... ritka fémért. Itt ezt most föl tudjátok húzni. És akkor ide is építünk egy ilyen erdőszerűséget. Közben pedig a meteorit helyén már anomália is keletkezett, tehát egyelőre nem leszek hülye, hogy kiküldjem az Explorert. Azzal majd még várunk. Na, egyébként ezért probléma, hogyha az Explorert automatik módra állítod, amikor már majd ezt lehet, egyébként szerintem már lehet, hogy lehet is, igen, mert akkor abban a pillanatban elindulna, hogy megszerezze ezt az anomáliát. És ez nem túl egészséges, amikor meteoritok ott csapódnak be tőle pár méterre. Jó, ezt oldjuk meg valahogy. Hol a transport? Itt van egy LC transport. Sikerült kifejleszteni ezt az üvegház hatást keltő épületet, és akkor így már el lehetne kezdeni a Marsnak a terraformálását. Még nem fogom, de majd eszembe tartom. Ez jó lehet, ez a Mineral Applications, mert hogy ezzel föl lehet majd fejleszteni a napelemes energiát, a naperőműveket. Lehet még. Ez jó, az Atomic Accumulator segít abban, hogy majd több energiánk legyen. Jó. Mostani meteorit eső remélhetőleg minél több anomáliát fog majd szerezni nekünk. 22 pluszban vagyunk már is ettől a nagy szélkeréktől. Akkor azt hiszem, hogy lassan majd lehet is ezt is bekapcsolni. A brazilok új kereskedelmi útvonalat ajánlanak, de ez igazából nem nagyon releváns nekünk. 149 fémet adnának 50 ilyen elektronikus kütyűért cserébe. Az biztos, hogy nem. Azt el is felejthetitek, gyerekek. Nos, van nekünk 9 emberünk. Mit akarok én? Lehet egyébként iskolát is építeni, az talán még nem kell. Van egy gyerek a bolygón, 3 darab gyerek van. Hát azoknak mondjuk azért egy játszótér az nem ártana, mondjuk így ide. Illetve még lehet óvodát is építeni. Illetve itt van ez a Recon Center, ez azért lenne fontos, mert ezáltal akkor több aszteroidát tudnánk feltérképezni. Jó, újabb embereket most egyelőre még nem hívnék ide, de ez majd változni fog. Szerintem a következő, amit meg kéne oldani, hogy elektronikus kütyüket is tudjunk előállítani. Igen, itt van egy Small Electronics Factory, senki nem keres munkát, viszont van egy pár betöltetlen állása. Jó, akkor mégiscsak hívok új embereket, doktor úr, határozatlan vagyok, vagy nem. Ha ezt bekapcsolom, akkor rögtön nullára megy le ez, illetve -6-ra. Az energia, de az nem probléma, mert még egy szélkerék és segítünk a dolgon. Ezeket ráadásul lehet így egymás mellé helyezni, de talán ez így jobban néz ki.
Úgy gondoltam, hogy ide kötöd be, te jó gyerek. Jó, majd csak valahogy összeköti a magát. Ez is machine perc, illetve beton. A mind a kettőből van relatív. Jó. Mi a helyzet a Meteor Storm-mal? Meteorit esővel? Hát ez messzire el fog minket kerülni. Most már azt mondom, hogy esélye nincsen, hogy 19 órán belül ideérjen. És általában a második felében a meteorit esőnek szokott az lenni, hogy anomáliák keletkeznek. Tehát már a vége felé, úgyhogy ha lesznek, akkor most számíthatunk majd arra, hogy jönnek ezek a felfedezni való dolgok. Ez viszont egy nagy mázli, hogy ezt most elkerültük. Igazából ugye valószínűségszámítás alapján azért erre volt esélyünk, hogy elkerüljük, de az előző egben ugye nem tudtuk elkerülni a dolgot, tehát akkor azért volt, hogy egy-kettő megsuhintott minket. Úgyhogy csak nézni lehet, bámulni lehet, hogy hogyan csapódnak be, és még itt is. Hú, na, ezekből egyikből tuti anomália lesz. Lassításba. De ha más nem, rengeteg fény van belőle, ami jó azért. Olyan ez, mint a vulkán, hogy nagyon veszélyes, de látványnak amúgy gyönyörű. Mondjuk még soha nem voltam vulkán közelében, majd egyszer lehet azt is el kell követni. Csak az Olaszországban van, az meg annyira nem. A szívem csücske. Mondhatni, nem az az elsődleges, ahova mennék, utaznék. Most mondjuk skandináv országok vannak be tervezve a nyárra. Ez a ne kérdezzétek, hogy miért vagyok ilyen bolond, hogy nyáron északi helyre megyek. Mert most valami miatt ahhoz volt kedvem. És rengeteg, a fémet azt látom, de talán műanyag is keletkezik a helyén. Hát, ha már anomália nem. 8 óra és meglátjuk, mert akkor már ki fogom küldeni az Explorert, és akkor már merem használni az automata módot. Mi nem működik? Ja, még mindig ezek nem működnek, jó. Hol vagy te, transport? Hol van machine parts? Machine parts itt. Jó, hát föltölthetsz mondjuk a machine partsból egy keveset. Mondjuk egy 8-at. Annyi elég is. És beton meg úgy látom, hogy az van. Mert ami kell ehhez, az gyakorlatilag csak ez a dolog, ez a gépalkatrész, na, machine parts, meg electronics, hát az elektronika, elektromos kütyű. Jó, plusz 6-ba vagyunk, dome megnyitott, 8 darab üres helyünk van, építsünk még házat. Ez a small space bar is jó lesz majd, mert ez
pihenést is ad, tudnak kicsit iszogatni, meg a szociális életüket is fejleszteni. Igazából megnézem, hova tudnám lerakni, mert ez nem egy akkora nagy dolog, mondjuk ide. Úgyis itt elég sokan laknak. Ha még ez nincsen, és úgy látom, hogy nincsen. 2,6 beton és 1,3 fém. Az semmi. Jó. Jöhet az új apartman. Szerintem így ezzel toljuk meg neki ezt a dolgot. Csak az a kérdés, hogy én ezt akarom-e majd folytatni. Hát ugye mindig ez a kérdés. Szerintem itt ezt már nem. Bár még azt lehet, hogy ezt eldózerolom, különösen, hogyha szerzek egy ilyen RC dozert, hogy akkor lehet, hogy ide a közelbe teszem mégiscsak ezt, még akár itt valahogy egy outside range is elfér. És akkor a drónok, csak hogy ne legyenek lusta disznók, itt ezt majd el kéne dózerolni, és szerintem be fogok rendelni egy RC dozert, hogy gyorsabban menjen ez a dolog. És úgy tűnik, hogy nem is jött közelebb a meteorit, sőt, inkább itt a nagyon térkép szélén van. Na ez jó. Ezt akkor kijelenthetjük, hogy megúsztuk. Itt miért csak egy drón van? Nem baj. Egy párat tudok még aktiválni, mert kaptam 25 darab ilyen drón prefabot, úgyhogy akkor ezek szerintem most mindjárt már meg is javították. Tök jó. Te gyűjtheted be a fémet, és akkor így is lehet egyébként ilyen utat csinálni, ilyen kereskedő utat, hogy eleve gyűjtse be, és hozza is ide. Szerintem úgy lesz, hogy ide csinálok külön csak egy ilyen fémeset. Előbb-utóbb egyébként ezek abszolút ezek az ilyen tematikus, vagy specializálódott raktárok azok, amik jók lesznek, jó. Az RC Explorer-t akkor most beizítjük, azt mondom neki, hogy automata mód, és innentől kezdve ő teljesen automatikusan be fogja gyűjteni ezeket a dolgokat. Mondjuk azért az jó lenne, hogyha nem mennél bele ennek a szmötyinek a közepébe, amilyen kis ostoba vagy, még képes vagy rá, és akkor aztán hogy javítalak meg te? Elkezdi analizálni az anomáliát, és akkor majd meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Itt is mindjárt föltöltődik a naga. Itt pedig még van 197 ritka fém. Az még elég több mint 6 darab ilyen szállítmányra, és alapból is rendelkezünk 2-vel, és utána majd jöhet ez. Éjszaka általában nem szoktam műszakot csinálni, mert az rossz hatással van a hangulatukra. Van ilyen nagy trigondóm is, de ezt mondjuk nem erőltetném. Egy ilyen mikrodóm, ez esetleg elférhet mondjuk ide? Ide. 1250 kutatási pontot kaptunk az anomália következtében. Jó, legyen egy mikrodóm. Így. 24 vas, 32 beton. Vasból viszont most rengeteg lesz, mert itt is van elég sok,
Itt még nem tudjuk, hogy mennyi van, de ott nyilván a meteoritok miatt nagyon sok van, itt is van, a G3-as szektorban, szóval ezzel nem lesz probléma. Illetve egyébként műanyagot is lehet néha találni. De az nyilván ritkább. Ezekre pedig azért kell vigyázni, ezekre a ilyen porfelhős, ilyen gázlós dolgokra, mert hogyha ebbe belemegy valamelyik ilyen rover, akkor az ott marad. Ilyen nagyon egyszerűen maga mehet haza. Jó, ez a deep scanning, ez kell nekünk. És ezt én talán egyel előrébb is hoznám, mint az atom erőművet, atom akkumulátort, na valami ilyesmi. Atomic accumulator, az az atom felhalmozó, vagy nukleáris felhalmozó. Jó. És sikerült egy Steve achievementet elérni, 5 darab dómunk van még a 100. nap előtt. Szükség törvény bontott és kihozta azt, hogy legyen ennyi. Bekötöm, de egyelőre még kikapcsolom. Mert egyelőre még nem kell nekünk. Az energia már megvan oldva. Ó, nagyon jó, végre egy anomália. Itt ezt könnyű is összekötni, szóval ez nem para. És ide jöhet majd egy ritka fém kitermelő, de majd csak akkor, hogyha ezt kitermelték. 25%-kal meg lehet növelni az Amplify-jal az ő termelését, viszont 10%-kal nagyobb lesz az energiafogyasztása. Most 5 meg 17,5, ez még beleférhet. És ez is működik itt. 5 darabot termelünk naponta, 2-t elfogyasztunk, 1,6 pedig kell ahhoz, hogy fönntartsuk a mindenfajta berendezést, eszközt, az 5-ből 3,6, az 1,4 pluszba vagyunk. Itt termelünk valamennyit, csak ez nagyon karcsú. És akkor ez lesz, de ezt még nem tudjuk upgrade-elni. Jó, jöhetnének az elektronikus dolgok, mert 0,4-et elfogyasztunk, és 4-et is elfogyasztunk, és emiatt. Pontosabban hát 5-öt beraknak, ugye ebből készül a játék, és akkor amikor megveszik, de mondjuk mi ezért pénzt nem kapunk, tehát igazából mindegy. És szerintem jöhetnek még emberek is, mert van egy szabad rakétánk. Jó, Vishnu. Vishnu, kérek szépen medikust, botanikust, mérnököt, tudóst, geológust, mérnököt, három orvos jön. Jó, akkor jöjjön még egy irodai emberke is. Indulhattok. Ide a Marsra most még csak az okos emberek jöhetnek, de majd ez változni fog. Egy ilyen Small Electronics Factory-t lerakok.
és akkor ezzel már majd kütyüket is tudunk termelni. Hát, hogy ez egy kicsit meggondolatlan dolog volt ezt megnyitni. Mi lenne, hogyha te valahol máshol dolgoznál? Van még elég hely, ahol tudsz dolgozni. 6 darab üres álláshely van, és akkor meglátjuk, hogy hol tudsz szerencsét próbálni. A 33 üres lakóhely pedig gyakorlatilag még majdnem 3 teljes rakétát fog jelenteni. Na azért jó egyébként, hogyha prefabot kapsz, mert a prefab az azonnal föl lehet tölteni. Ó, és igen, és ezeket ritka fémekből fogják készíteni, ezeket az elektronikus cuccokat, de ez viszont kelleni fog mindenképpen. És a mérnök az, aki a legjobban beleilleszkedik ebbe, hát ő micsoda? Spook. Ő neki mondjuk pont nincsen végzettsége, azon kevesek között van, akinek nincsen végzettsége, de szerintem majd jönnek ide mérnökök is. Elkezdünk valamennyit termelni, és ez lehet, hogy akkor fokozni kell majd a ritka fémeknek a kitermelését, de ugye itt van egy ritka fémes, illetve itt van még egy. Hogyha ezt ideépítem, az a baj, hogy túl messze van a dómoktól. És ráadásul ezt itt már sikerült el is építeni. Igazából annyira nem, mert hogy csak nem lesz összekötve. De meg lehet azt próbálni, hogyha én ide építek egy mikrodómot, sőt egyébként még ilyet is lehet építeni. Ez nagyon sok helyet ad egyébként. Akkor az jó lehet. Igen. Erre nem gondoltam, de meg fölhúztam ezt a nagy dolgot. És ez azért nem úgy van, mint a City Skylines-ban, hogy puffát helyezem, hanem itt azért ezt meg kell gondolni. Hogy hogyan és mint. Mert utána már eleve körülményes azt is, hogy áthelyezni a dolgokat. De hát majd kiderül, hogy beborul, pörgessük. Ráadásul most elég energiánk sincsen, de ezzel mindjárt segítünk. Ezeket a szélkerekeket felturbózom. És akkor már mindjárt elég lesz. Na, mi történt? Breakthrough! Felfedeztünk egy breakthrough-t. Jó, breakthrough. Ó, ez jó. Mindenfajta kiszolgáló épület, ami nem egészségügyi, az mindig annak nem lesz szüksége munkásokra, és 100%-osan működik. Jó, hát akkor, igen, ezek a szolgálati botok. Ez azért jó, mert akkor jelentős munkaerő többletünk lesz. Jó, ez jöhet közvetlenül a deep scanning után. A deep scanning az azért kell, hogy föl tudjuk fedezni több anomáliát. Sajnos most semmi olyan nincsen, amit lehetne elővarázsolni.
de majd még meglátjuk. Ez lenne jó. Ha sikerülne 4 darab spirált fölépíteni, az rögtön 8000. Kutatási pontot jelentene. De már ez is úton van, és ez meg 2000 millió dollárt fog jelenteni. 2 billiót. Különböző ilyen dombspirálok vannak. Az egyik ez a víz cirkuláltató rendszer, a másik pedig az iskola, de ilyen spirál az csak ilyen nagyobb dómokba építhető. Tehát itt jelen pillanatban, mivel van 3 mikrodómunk és 2 normál méretű dómunk, ezért erről még nincsen szó, hogy ezt meg tudjuk oldani. Aztán jöhet még 2 ilyen nagy turbina, és azzal már biztos elegek leszünk, pláne hogyha még fejlesztjük is. Egyszer, meg még egyszer. Egészen szépen néz ki, csak valaki nehogy a közelébe menjen, mert annak annyi. És már mindjárt 80. napnál vagyunk. És úgy tűnik, hogy följebb ment a ritka fémnek az ára, mert most már 720-at kaptunk. Mindjárt megjönnek az újabb emberek. Ez az outside range egy kicsit elég lesz nekünk, elég sokáig az élelmezésre, de azért nem árt résen lenni. No. Menjünk le a föld alá, mert hogy lehet ám a föld alatt is ügyködni. Ami szintén egy érdekes dolog. És azt, ami föld alatti kapu van, tehát a Mars felszíne alatt, ahol majd baromi sötét lesz egyébként, azt úgy lehet megcsinálni, hogyha van egy ilyen bejárat, akkor oda lehet építeni egy ilyen liftet, és úgy lehet lemenni a föld alá. És ez valahol itt is volt, csak már meg nem mondom, hogy hol. Föld alatt, föld alatt. Illetve lehet simán egy alagutat is csinálni a föld alá. Lehet, hogy az lesz inkább a megoldás, de ez is sokba kerül, tehát még lehet, hogy ezt még egyelőre hanyagolnám, mert 24 darab machine parts. És eleve 2 termelünk, de 2,5 a fenntartási költség, szóval sok. Machine parts factory, ez jó. Illetve lehet ezt a drone printinget, ez arra lesz jó, hogy ezt a drone assemblert, ami drónokat tud gyártani, ezeket a prefabokat tudja gyártani, amik bárhol bevethetők. Viszont ami nekem talán
jobban a szívügyem lenne, az akár ez is lehetne, hogy 500 millió dollárt kapunk, de ez 7000 kutatási pont. Kéne nekünk egy research lab, hogyha még nincsen. Most egyelőre legyen ez a dekomissziós protokoll, ami által akkor el tudom takarítani itt ezt a már nem használatos beton kitermelőt. Jöhetnek az emberkék. És ezzel már, hogy ők is megérkeztek, ezzel már 80-an vagyunk, majdnem 78, mert 12-en érkeztek, de abból 2 turista ezek szerint. Pedig én nem hívtam turistákat, de lehet akkor becsúsztak. Nem baj, tudtok jönni ide az elektronikai gyárba dolgozni. És már csak egy van, aki munkanélkül, és egy se, és még 7 álláshely kiadó. És ide még bőszen befértek, meg itt is. Amint lesz elég elektronikus kütyünk, akkor iskolát is kéne majd csinálni. Ez a Drone Hub Extenders, ez jó lesz. Megnyitom ezt, hogy hogyan lehet ezt a Drone Hub Extendert kioldani. Akkor ez is jó egyébként, ez ami új lehetőségeket ad a farmnál. És a Drone Hub Extender az ez lesz. Igen, ez lesz az, amit hogyha megépítek épületként, akkor kiterjeszti a drónoknak a hatósugarát. Ez egy jó dolog. Igen. Szerintem előbb fogunk az aszteroidákkal bármit is kezdeni, mint a Föld alá menni. Az amúgy is körülményes. De mondjuk ott is vannak nyersanyagok, meg nyilván egy teljesen érdekes másfajta világ, de még ezt egyelőre nem erőltetném. Még izmosodjunk meg nyersanyagok szempontjából. Hét darab üres álláshelyünk van. Próbáljuk azt meg, hogy mivel itt ezt már úgyse tervezem folytatni, még azt meg lehetne csinálni, de lehet, hogy ez már túlságosan hosszú lesz nekik, hogy ide egy passzást. Csak ez már nem. Ez már nem fér bele, úgy látom, mert ez már túl hosszú. Igen, igen, igen. Tehát ide még kéne egy közbenső dóm, vagy valami. Pedig ez jó lenne, viszont ezt, hogyha akarom, ezt föl tudom számolni, és akkor ide még elfér egy dóm. És az úgy már viszont kényelmesebb. Na, ez már régen volt, hogy valaki földbeteg lett volna, de akkor ezt itt tessék nekem eltakarítani, és akkor ezeket át lehet pakolni. Mindjárt mondom, hogy hova. Szerintem legjobb lenne, hogyha ide. Ha az megoldható volna. Mert úgyis itt van szükség rá. Enlarge dumping site. Hát. Kiderül, hogy mennyire tudjak oda menni a drónok, mert mindjárt kiderül, de úgy tűnik, hogy nem.
Mi van, megint elfogyott a medikus? Pedig elvileg kéne, hogy legyen elég. Nem baj. Jó, ezt úgy szépen elhordják. Nem éppen oda, ahova én gondoltam, de akkor hordjátok ide. Igazából még az is lehet, hogy még egy ilyen Metals Refinery-t ide becsapatok. De ide akarok egy dómot, és akkor mindegyiket össze tudom kötni mindegyikkel. Na, új anomália. Az Explorer már el is indult. Ezt szerettem, amikor nem kell valakit noszogatni arra, hogy dolgozzon. Illetve itt lesz majd az önfenntartó dóm, ami kapni fog farmot is, vaporátort, meg mindent, minden ló pikulát, de most ez nekünk nem kell még. Na. Azt mondja, hogy kolonistától kaptunk üzenetet, és méghozzá a Chai Chengnek az a problémája, hogy kiégett és depressziós. És mit fogunk tudni csinálni? Hát akkor, mivel ő a mi kis aranytartalékunk, akkor megengedjük, hogy 5 napig ne dolgozzál, mert hogyha azt mondjuk, hogy megengedjük neki, hogy nem engedjük meg neki azt, hogy 5 napig ne dolgozzon, akkor veszíteni fog a moráljából és az egészségéből is, illetve hát lehet az, hogy tulajdonképpen megsértődik, de akkor meg dobja a munkát. Jó, 5 napig ne dolgozz, pihen csak ki magad szépen. Lehet egyébként, hogy pont ő az, aki földbeteg? Itt van a földbetegünk. Csak nem tudom, hogy kinek van honvágya. Aha, ez az aditriamin, akinek problémája van, és a komfortérzettel. Az is egy jó kérdés, hogy itt van ez az etető, de ugye ez csak egy. És lehet, hogy most már akkorák a dómok, hogy kéne még egy. Dinner. Illetve van ez a space bar is. Ebből már a kicsi változatot megépítettem. Jó, akkor legyen még egy etető. Ide, viszont akkor kelleni fog nekem még ember. Ohó! Igen, sikerült felfedezni a... egy föld alatti bejáratot, ami azt fogja jelenteni, hogy vagy leküldjük az Explorert, vagy inkább építünk egy liftet. Inkább építünk egy liftet, majd a későbbiekben, mert ha leküldöm az Explorert, akkor az akár tönkre is mehet. Itt van ez a föld alatti bejárat, és ide lehet majd egy liftet építeni. A lifttel csak annyi a probléma, hogy egy, messze van a drónoktól, azon majd még lehet segíteni, de machine pedve, metalbe és nem kevés betonba is kerül. Úgyhogy itt majd még ezzel lehet gondolkodni. Na, sikerült már ezt elhordani? Darab üres hely, 522 kaja, és most még jön a disznó nyomán. Lehet majd mást is, mint...
Ó, még lehet tehenet is, csak az nagyon oxigénigényes. De elvileg, hogyha én tudok itt a Life Support-nél még oxigént, moxit azt már tudok termelni, mármint oxigént, akkor lehet, hogy lehet majd tehenet is. És ez nem is lenne baj. Ide. Egyszer. A csővezetékes bekötés. És az elektromosság. És akkor a disznó után a kecske helyett jöhetnek a tehenek. Egyetek egy kis marhahúst. Ami, mint tudjuk, nagyon igényes. Jó. Itt ugye azért mentek ki a medical postból, mert hogy nem volt elég emberünk. 16 a betöltetlen álláshelyek száma, szerintem jöhet még egy rakéta. Vishnu haza, és a Naga jöhet. Naga. Ami nem volt nekem elég, az orvos. Az jöjjön. Az jöhet több is. Turisták nem kellenek, mert a pénzt azt hoznák, de elengedjük a dolgot. Orvos. És van még orvos. Akkor így jó is. Jó, ebből most 5 darab orvos lesz ebből a 12-esből. Későbbiekben meg majd lesz olyan fejlesztés, ami által majd több embert is lehet egyszerre hozni egy rakétával. És az lenne a lényeg, hogy a be nem töltött álláshelyeket betöltsék, amit ott azt láttok, hogy disable workslots, az az, hogy az éjszakai műszakot kilőttem, hogy azért még élni is legyen kedvük. Jó, most egyébként egészen szépen vagyunk, még itt ezt az electronics dolgot kéne megoldani, de szerintem amint jönnek, semmilyen engineert is hozattam, akkor ez meg lesz oldva. És úgy tűnik, hogy a disznófarmon már specializáció nélkül is lehet dolgozni. Ez jó. Maga a ritka fém kitermelés is kielégítő, annak ellenére, hogy most már felhasználjuk az elektronikus kütyükre is. Jó, ide fogtok leszállni. És nagyobb része szerintem ide fog bemenni ebbe a dómba. No. Akkor menjünk szépen sorban, nagyjából a felderítéssel. Rengeteg fémet látok, azt gyűjtsük be. Igazából mindent, amit látsz, de ez elsősorban fém lesz. Begyűjtheted. Ahol vagyok? Ide elmegy, jó, nem fog keresztül menni. Igen. És akkor már mehetsz is. Ah. Jöhet az újabb 12 ember. Nem is tudom, lehet, hogy nekünk van a legnagyobb kolóniánk. Kérdőjel.
New colonists have arrived. 90-en vagyunk már. Hú. Rakják is be a fémeket. Ez elég jó, mert ebből akkor már lehet valamit kihozni. De ez most annyira jó, hogy bátorkodom arra, hogy akkor most 5000 kutatási pontot kapjunk, és akkor 1000-rel tolja meg minden nap a kutatási pontokat. Ide pedig akkor jöhet egy következő dóm. Ez a basic dóm, ez mondjuk éppen, hogy elfér. Csak kérdés, hogy kell-e nekem ennyi ember, és szerintem nem kell. Ez a mikrodóm se sokkal kisebb egyébként. De akkor legyen így, hogy ide, és akkor így már át lehet majd vezetni egyiket a másikba. Ezt is úgy is le fogjuk zárni, hogyha fölépült. Na. Renegált nem lehet hazaküldeni? Jó, hogyan változott ez a dolog? 4 darab munkanélkülünk van, és 8-an keresnek állást, és 12 üres álláshelyünk van. Most elvileg pedig mindent föltöltöttek, de ugye az is a fontos nekik, hogy viszonylag közel legyenek ahhoz, ahol dolgoznak. Nézzünk még valamilyen szolgáltatást. Szerintem lassacskán el kéne kezdeni ebben is gondolkodni, hogy legalább valami ilyen rendőrség féleség is legyen. Nehogy ebből gondunk adódjon. Jó, disznók mindjárt készen vannak. Oké, újabb anomália. Most már egyébként találhatna az Explorer valami használhatóbb anomáliát is. Mindjárt készen van. Utána jöhetnek majd ez a Deep Scan. Szerintem hamarosan az is készen lesz. Most nagyon nyomjuk a dolgokat. Kevesebb, mint 2 nap, és megvan az újabb kutatás is. Tudom, mit szeretnék majd még, hogyha van egy szabad rakéta, már pedig van, akkor szeretnék dózert rendelni. Egyet mindenképpen, illetve azok, amik hiányoznak, azokból még berendelnék. Egy LC Commander az még mindenképpen jöhet. Most fogjuk magunkat brutál módon kiköltekezni. Illetve vannak itt még prefabok. Többek között például ez, ami majd az aszteroidáknak a kell, ezek még jöhetnek. Vagy az is jutott eszembe, hogy ami még jöhetne, ez az Orbital Probe, mert ez azonnal tud felfedezni területeket.
Azért nem akarom magam annyira kiköltekezni. Úha. Ez így is elég brutkó. Jó, hát... akkor így. És akkor így most alig 1 billiónk marad, de szerintem azért ez rendben lesz. Majd visszaszedjük úgyis a földfém kereskedelemből. Kicsit jó lenne gyorsabban felfedezni ezeket az anomáliákat. Jó, kikapcs. Bekötés. Még hozzá kaptunk 1500 kutatási pontot. Összeköt és... ezt nem tudom összekötni, de ezt mindjárt megoldjuk. Méghozzá úgy, hogy ezt áthelyezem. Így. És ezt megépítettétek, ami látom, hogy nagyon gyorsan megy, szerencsére. Akkor ezt már itt múlt időbe is lehet tenni. Research complete. Jó, megvan a deep scanning, ami akkor azt jelenti, hogy újra lehet mindegyiket, mindegyik szektort nézni, de már mélyebben, hogy találunk-e valamit. Tehát jobban a föld felszíne alá lehet kukucskálni. Ja, és természetesen lehet ilyen kis emlékműveket is építeni, amiknek gyakorlati hasznuk nagyon nincsen, de jól néznek ki. Megérkezett, ajajajajaj. Most itt van baj. End of an age. Ó, oké, jó. Szóval az a lényeg, ez nem egy ilyen nagy para, csak az, aki alapította ezt az egész marsot, tehát az alapítók közül az utolsó is meghalt. Rest in peace. RIP. Megjöttek ezek a próbok, és ezekkel akkor lehet elvégezni a szkennelést, hogy találunk-e még valamit, és ezek azonnal nyújtanak valami eredményt. Itt még találtunk fémet, itt egy anomáliát, 2 anomáliát, jó. És akkor ez ennyi volt. Jó, drága mulatság volt, de legalább akkor most 2 anomáliával tudunk gazdálkodni. És az a kulcs az általában jót szokott jelenteni. Na, amit én meg akartam keresni, csak valami miatt nem találtam meg. Az, hogy hogyan tudom ezt ledózerolni. És ha már a dozerről van szó, itt van ez az RC dozer. Itt.
ide hívjuk. És akkor ezzel sokkal hatékonyabban tudnak majd menni ezek a földmunkák. Itt majd lehet mindenfajta dolgot csinálni, az erdő telepítésétől kezdve, amit majd meg fogunk kezdeni, odáig, hogy kicsit melegítsük a föld felszínét, vagy éppen hűtsük, tehát hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el, illetve tavat is lehet vele kiválni. Most viszont az lenne a lényeg, hogy ezt itt dózeroljátok el, kedves drónok és RC Dozer. Elvileg ő már ezen itt tud is dolgozni. Mindjárt kiderül, hogy hogyan megy neki a dolog. Igen. És akkor ehhez drónok sem kellenek. A drónok maximum ahhoz kellenek, hogy majd a törmeléket elvigyék. Mert nem kevés törmelék lesz itt kitermelve, ezt az egész hegyet, ezt itt eldózeroljuk, és pont. És kaptunk még egy drone commandert, te jöhetsz is ide. Van még egy-két drón prefabunk, azzal föltöltöm, legyen neked mondjuk 14 darab drónod. Csak ugye ahhoz, hogy el tudjon indulni, először össze kell gyűjteni a hozzátartozó drónokat. És akkor indulhattok. Mondjuk úgy, hogy így a közelbe érjen. Pedig elkezdi szépen ezt kitermelni. És majd ekkor ebből is lehet valami. Naga mehet vissza a földre. Ez az, na ez a salvage, amivel le lehet bontani a dolgokat. Egy helyet adjunk a passzázsnak. Passzázs, 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 dom. Itt is van. Ide még jöhet. Ez a kis átvezetőke. Ez egyébként az alapjátékban nem volt benne egy ingyenes frissítésként, került bele, mind a passzázs, mind pedig ez az átvezető, hogy egyáltalán át tudjanak hatolni ezen azok, akik nem emberek. Nem működik a Concrete Extractor, illetve a Beacon. Ezt mindjárt megoldom. És a Concrete Extractor pedig azért nem működik, mert megint megtelt a dolog. 50 darab elektronikai kütyűért cserébe 2400 ilyet adnak, nem élünk vele. Az elektronikai kütyű az értékesebb. Majd utána, hogyha lesznek repülők, akkor ezt ki fogja tudni hozni. Jó. Kezdjünk el akkor valami előremutatót. Ó, de jó! Kettő új anomália. Új technológiák elérhetőek. Méghozzá a fúziós reaktor, illetve a Hawking
intézet, ami gyorsabban fogja kutatási pontokat hozni, mint a sima kutatási laboratórium. Most még akkor ebbe ezt a breakthrough-t ezt kifejlesztjük, és van elég üres álláshely, 6 darab, úgyhogy szerintem akkor majd lesz nekik még helyük, de ezt majd meglátjuk. Ha nem, akkor még ide is tudok majd valamit építeni. Na, így néz ki ez a kis világító lámpa. Research complete. Megvannak a szolgálati botok. Itt van egy anomália, meg itt volt egy jó. Kész, ennek annyi. Látom, mert itt kimerült minden beton. Ezt lehet akkor szanálni, illetve majd, ha meg lesz a dekomissős protokoll, akkor ezt is. Na, új technológiák megint. Igen, ez a szanatórium, amivel helyre lehet állítani azokat a kolonistákat, akik megzakkantak. Illetve van egy ilyen spirál épület, ami meg egészségügyi központként funkcionál. Ezzel pedig meg majd tavat lehet csinálni. Illetve rendes machine parts factory is van már. Illetve elérhető. És van még egy anomália, amit lehet analizálni. Szerintem akkor, mivel most a ezekből jobban állunk, mint machine parts-ből, mert abból csak egy ilyen small factory van, egy munkanélkülünk van, csináljunk egy ilyet, ami úgy elkezdi lassan az erdőt kifejleszteni. Ez teljesen automatikus lesz, és akkor ez el fogja kezdeni lassan ezt a zöld növényzetet. Hát az elején persze a zöld növényzetről nem beszélhetünk, csak valami utánzatról, de azt fogja majd nekünk megteremteni, és a cél az az lenne, hogy teljesen zöld legyen a Mars. Itt pedig majd vonatot is lehet építeni. És azt is kéne valahova, csak hát hogy hova, azt nem tudom. Ha ezt a tracket nézzük, akkor az a kérdés, hogy remélhetőleg át lehet építeni a passzázsokon, mert ha nem, akkor probléma van. Jó. Szerintem arra fogjuk használni a vonatot, hogy valahol itt lesz az állomás, ezt majd még meggondolom, hogy hol. És akkor egy picikét távolabbi helyre, itt fémeket tudunk majd kitermelni, az mondjuk nem akkora nagy dolog, de az is lehet, hogy inkább itt, és akkor ide tudnak majd eljutni a Mars lakók. Hozzátéve, hogy most több üres dómunk is van, de minden esetre akkor én elkezdem ezt építeni, mert még soha nem építettem vonatot. És akkor megnézzük majd, hogy meddig tudjuk ezt elvinni. Én arra gondoltam, hogy valamelyre erre kéne orientálódni, és itt fölhúzni egy dómot. Még akár azt is megkockáztatom, hogy ez akár egy ilyen medium dóm is lehetne,
egy nagyobb, csak akkor arra kéne figyelni, hogy majd eltolni ezeket a dolgokat. Na, te miért nem működsz? Aha, tudom, hogy miért nem működik. Azért, mert ezeknek magok kellenek. Magok kellenek. Na, ez viszont nagyon jó. Ennek az anomáliának köszönhetően minden fizikai technológia, így például a meteorit lelövős technológia is 10%-kal kevesebb költségárán érhető el. Jó. Egyelőre téged kikapcsollak, neked magok kellenek, a magokat pedig csak a földről tudunk szerezni. Ez van. Aha, természetesen neked is kell az energia, bár mondjuk mit is gondoltam. Ha áram van, minden van. És ez is tud, akkor ezek szerint különböző nyersanyagokat tárolni, már viszik is oda, who knows why, de az mindegy egyébként. És Dozer barátunk, hogy haladsz? Haladsz egyáltalán? Vagy ezt már sikerült neked ledózerolni? Mert arra gondoltam, hogy akkor itt kéne folytatni a melót. Úgy itt. És mehet utána a Drone Commander is. Úgy is jelzi azt a program, hogyha valahol nincsen drón lefedettség. No. Már több mint 2 órája toljuk ezt a dolgot. Nem is gondoltam, hogy ilyen hosszú. Nem is gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz. De lassan kialakuló a dolog, az egészen biztos. Egy basic dome az már elférne. Még a medium is. Legyen medium? 16, jó, legyen medium. Legyen medium, csak majd honnét tudtok nyersanyagokat szerezni, de szerintem meg lesz. És itt van ez a vista, amit most nem fogok tudni megmutatni. De majd mindjárt. Ez arra van, hogy ez vonzóbb hely, hogyha ide tudunk építeni dómot ennek a közelébe. És itt lenne a vasútnak akkor a másik fele. De ez elég érdekes, mert akkor ez ezek szerint csak ilyen A-ból B-be menő állomás tud lenni. Van még a nagyvasútállomás, de olyan nincsen, hogy közbenső, csak A-ból B-be mehet. Nem annyira faint, de jó, most már így van. És akkor itt elkezdünk majd terjeszkedni. És jaj, de nagyon aljas, szóval az a lényeg, hogy csak úgy lehet majd ezt az egészet megépíteni, hogyha van valahol másik állomás is.
És akkor ez azt jelenti, hogy még itt is le kell majd dózerolni. Na, akkor most már értem egyébként, hogy miért volt ennek negatív a megítélése. Hát azért, mert hogy ez így baromi körülményes ezt megépíteni. Viszont most már mindenképpen megfogjuk. Ezt még itt le kell dózerolni, és akkor csak reménykedhetek benne, hogy megfelelő módon történik az építkezés. Na, mental breakdown. Hát ez probléma. Mi történt? Kicsit besokalt, de ez csak egy. A 84-ből. Hát akkor menjél haza. Ha nem tetszik a dolog, akkor haza lehet menni. Illetve még az lehet, hogy megpróbálok ilyen szanatórium félességet, csak ezt még nem lehet, majd a későbbiekben. Ilyen iskolát viszont már lehetne. Hány gyerekecskénk van? 2, 4, csak ezek fölnőnek suli nélkül, az nem annyira jó. Jó, ide jöhet egy ilyen spirál. Csak 8 elektronika. Magas prioritással lehet tolni a dolgot. Itt pedig azt hiszem, hogy még bőven van minden. Ha van még prefabunk, akkor még lehet betolni egy-két drónt. Igen, még 15 darab ilyen prefabunk van. Szerintem azért, mert még a földről is maradt valamennyi. Most a vízünk az éppen nullán van, de itt ezt még föl lehet fejleszteni. Tegyük is meg, és akkor itt épül majd a medium dóm. Ehhez mondjuk azért az kell, hogy rengeteg sok beton, de azt mindjárt idehozom. Beton, beton, beton. Transport. Ez fém, ez kell, és ide akkor egy ilyen univerzális dipó, mert enélkül viszont nem fog menni. Transport. És szerintem még több beton kell majd, de legalább el tudunk indulni, az is valami. Meg innét igazából a betont és a fémet is felszedheted. És szerintem, mivel ennyi waste rakom van, ennyi kőtörmeléken még simán elfér egy. Ilyen miért Metals Refinery? Nem is baj, hogyha rengeteg fémünk lesz, mert akkor lehet majd a szomszédokkal kereskedni.
Fejlesztések, csak a fejlesztések. Vizsgáljuk majd meg itt mélyebben, hogy mi van. Hát, ha pont itt a közelben van egy anomália, vagy valami hasonló. Megcsináljuk a helyet itt a vasútnak. Jó, több fém már nem kell, most beton kéne. Kicsit nagy lett a terhelés. Hú! És akkor majd ez lesz itt a majdani sín. Ezt itt végig ledózerolom, hogy legyen hely neki. És még majd mesinpárc is kell. Oké. Egy új rakétamotort fejlesztettek ki a szponzoraink a Földön, és felajánlják, hogy itt ezt kipróbálják. Hát jó, hát próbáljuk ki, aztán majd meglátjuk. Ha lenne rakétatudósunk, akkor először meg tudnánk vizsgálni, próbáljuk ki, meglátjuk, hogy történik-e valami. Egyelőre úgy tűnik, hogy semmi. Hogy belecsapódna az egész a kolóniába, azt annyi lenne. Mehet vissza. Úgyhogy lesz ezzel még rendesen munka. Úgy látom. De most már szerintem ebben a részben így elő is készítettük a dolgokat. Jó, szerintem menjünk el a 100. napig, és akkor azt tekintem egy olyan mérföldkőnek, hogy akkor lehet már valamit csinálni. Még mindig a tehén az megy. Mármint megy a tehenészet, ebből ma jó sok ennivalónk lesz, de most már lehet, hogy nem ártana arra is gondolni, hogy még valahonnét ennivalót, mert egyre többen vagyunk. Az kétségtelen tény. Van-e nekem olyan farmom, ami működik, csak úgy, mindenfajta munkások nélkül, de úgy tűnik, hogy még nincsen. Most ez nem működik. Mi nem működik? Ja, azért nem működik, mert ezt is föl kell hozzá fejleszteni, és akkor már fog működni. Ha nem, akkor majd még építek ide egyet, az már nem egy nagy dolog. Sikerült ezt ledózerolni, úgy látom. És akkor most már elvileg majd ezt meg lehet építeni, de ez még nem most lesz, mert még előbb ennek is készen kell lennie. De onnantól kezdve akkor
akkor itt is tudunk majd egy ilyen dómerdőt kiépíteni. Jó. Kedves transport, kéne nekem ide egy pár machine part. Van is, ha jól látom. Pont 3, és neki meg pont 4 kéne. Murphy. Funding received. Pénzbe. Következővel pedig akkor lehetne magokat hozni. Ez nem túlságosan drága. Tehát ennyi magot simán el fog tudni, 75 darab magot hozni egy ilyen rakéta 900 millió dollárért cserébe, és akkor utána ezt is be tudjuk már kapcsolni. Lehet ezt a licsönt vele majd termelni, vagy telepíteni, illetve majd lehet a későbbiekben füvet is, de ezzel a licsönnel kell kezdeni, mert ez nem túl vízigényes fajta. Jó, 2 feltankoltál, és jól látta, akkor még itt van egy pár. 3, és annyi már elég lesz. Szerintem ezt a machine parts dolgot, ezt meg kéne oldani. Az elektronikát is, de az nem fogy annyira. Akkor most már föl fogják tudni építeni ezt is, és ide még akkor műanyag kéne. Egyébként 16 műanyagot akár itt a környező vidékekről is össze lehetne szedni, de úgy látom, hogy csak 2 van, hát az semmi, 2-4, nem igazán. Akkor azt is a transportnak kell majd idehoznia. Ez kész is. Ja, és nektek akkor külön energiagyár kell. Megjöttek a magok. Indulhat a termelés. Ó, és az még majd külön egy pénz lesz, hogy az még majd egy külön pénz lesz, illetve külön nyersanyag lesz, hogy te vonatot is tudjál építeni. Nagyon jó. Nem. Ez nem annyira jó. Itt meg még mindig nem elég. Ez. Akkor még egy szélturbina. És tulajdonképpen még egy is mehet. Megjön ez a nagy kerengő, megkerülnek mindent is. Jó, hát nem annyira egyszerű a dolog. Viszont ez már elkezdett működni. Ez gyakorlatilag egy ilyen erdő telepítésért felelős kis szerkezet, ami ebben a környezetben elkezd nagyon-nagyon lassan, mert 0,01% a
ami hát egy tízezrelék, igen, ha jól tudom, egy tízezrelék kell termelni az erdőt, egy tízezrelék sebességgel telepíteni az erdőt. Jó, szerintem akkor mára ennyit akartam mutatni, most már eléggé el is fáradtam. Megköszönöm akkor a megtisztelő figyelmet, vasárnap találkozunk a City Skylines 2-vel a Twitch-en. Kövessetek be, illetve a YouTube csatornára is iratkozzatok föl, hogyha tetszenek nektek a gazdasági, stratégiai és városépítő játékok. Hetente 3, de mostanság inkább 4-5 új anyaggal várlak benneteket. Mindenkinek kellemes hétvégét, találkozunk vasárnap délután. Sziasztok!